A korábbi évekhez hasonlóan idén is várják majd a nyári napközis táborok a nyíregyházi általános iskolásokat. Az önkormányzat az iskola fenntartójától függetlenül most is lehetőséget biztosított valamennyi nyíregyházi lakcímmel rendelkező helyi általános iskolába járó gyereknek, hogy jelentkezhessen a táborokba. Ezzel továbbra is segítséget nyújtanak a szülőknek abban, hogy a vakáció idején néhány hétre megoldják a gyerekek felügyeletét és hasznos elfoglaltságot kínáljanak számukra. A táborokban tanárok, pedagógiai szakemberek és edzők foglalkoznak az iskolásokkal. Az idei esztendőben 20,4 millió forintot szavazott meg a költségvetés, a közgyűlés a nyári táborokra. Ez gyakorlatilag 7 helyszínen, 8 turnusban biztosítja 1600 gyermek ingyenes táboroztatását. Aki második turnusban szeretne táborozni, körülbelül 300 gyermeket tudunk fogadni, azok az önköltségi árat fizetik. Mit jelent az, hogy térítésmentesen? Természetesen az étkezési díjat, az arra az eső étkezési díjat 2450 forintot meg kell fizetni, és aki igényli, az 2650 forintért szállítjuk busszal két útvonalon. Akinek mentessége van, vagy 50%-os, vagy 100%-os kedvezménye az étkezésben, évközben, az nyáron is megkapja. És ettől ilyen népszerű a tábor, meg persze attól, hogy nagyon jó foglalkozásokat találtanak a nevelők. Az első tábornyitás június 19-én lesz. Ekkor indul az első turnus a Múzeumfalu hagyományőrző táborában, valamint a Kisvakont képességfejlesztő táborában. Idén is várja a gyerekeket az úszótábor az Arany János iskolában, a nyelvi tábor Sóstóhegyen, az angol nyelvi tábor a Szőlőskertben, a foci tábor és a Göllesz tábor is. A szervezők arra törekszenek, hogy a gyerekek minél több élményt szerezzenek, ezért változatos programokat is kínálnak.